Szigorítanak a mozik és a színházak. A kormány döntés értelmében a térségben működő kulturális intézmények is szigorítanak a járványügyi szabályokon. Népszerű a telemedicina. Véglegesen elérhető marad a telefonos gyógyszerfelírás. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Orbán Viktor szerdán jelentette be közösségi oldalán a kormányülésen meghozott döntéseket. A miniszterelnök kiemelte, hogy nem csak a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, a színházakban is maszkot kell hordani ezentúl. A kormány döntött többek között a szórakozó helyek este 11 órakor történő bezárásáról is. Bizonyos óvintézkedéseket kellett hoznunk. Folyamatosan érdeklődnek a délutáni foglalkozások és a színházi előadások iránt az Esztergomi Művelődési Házban. A szigorított óvintézkedésekről mindenkit tájékoztatnak a kulturális intézményben. A művelődési ház bejáratához automata készfertőtlenítőt is kihelyeztek, kötelező a színházi előadások előtt a készfertőtlenítés és a védőmaszk használata. Természetesen kérjük, hogy a maszkot rendeltetésszerűen viseljék, tehát a száját és az orrot egyaránt takarják el a maszkkal. Amikor belépnek, akkor használják a készfertőtlenítőt. Bízunk benne, hogy a járvány sem lesz akkora érvágás moziknak. Novemberre érkeznek meg a legújabb filmek ebbe a nyergesújfalui moziba. Márciusban a vetítések hetekig elmaradtak a koronavírus berobbanása miatt. Most bizakodó a mozi vezetője. Azt mondja, reménykednek abban, hogy nem kell majd hónapokra bezárniuk újra. Minden második széket kihagyjuk. A színházi előadásokhoz hasonlóan a filmvetítéseken is kötelező lesz a száj és az orr eltakarása, a nézőtéren pedig a 1,5 méter távolság betartása. Hétfőtől ránk is vonatkoznak a szabályok, betartjuk mi is ezeket természetesen. Igyekszünk minden kedves nézőt a nézőtéren úgy elhelyezni, úgy leültetni, hogy mindenki egymástól a 1,5 méter távolságot meg tudja tartani. A kulturális intézményekre vonatkozó kormánydöntések már a jövő héttől életbe lépnek. Szeptember 16-án a kormány döntött többek között a szórakozóhelyek este 11 órakor történő bezárásáról is. Véglegesen elérhető marad a telefonos gyógyszerfelírás, ezt jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön közösségi oldalán. Kásler Miklós szerdán írta alá az erről szóló rendeletet, amelynek értelmében megtartják a rendkívül sikeres és népszerű gyakorlatot a továbbiakban is. Mint írta, a telefonon keresztül történő gyógyszerfelírás, vagyis a telemedicina sok százezer embernek nyújt kényelmes és biztonságos lehetőséget. Ez olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. Bense Tamás esztergomi háziorvos szerint a telemedicina maximálisan a betegek érdekét szolgálja. A telemedicina az annyit jelent, hogy egy távkonzultáció. Az orvos telefonon hozzáférhető, és minden egyes esetben, amikor a beteg úgy gondolja, hogy orvoshoz kéne fordulnia, fölveszi a telefont, és már meg is tudják beszélni a problémákat. Az orvos minden esetben föl fog venni egy korrekt kórelőzményt, második lépésben föl fogja venni a betegtől azt, hogy mikor, hol, kivel találkozott, hogy találkozott, itt gondolva koronavírus kontaktokra, amellett részletesen elkérdezi a betegnek a panaszait, és megpróbál egy diagnózist felállítani. A legtöbb iskolában egyelőre még nincs járványveszély. 3 héttel a tanévkezdés után ugyanis a szaktárca azt közölte, hogy több mint 13 ezer telephely közül csak 14 helyen, 13 óvodában és egy iskolában van rendkívüli szünet, digitális munkarendre pedig mintegy 150 intézmény állt át, de zömében csak egy-egy osztály, nem az egész iskola. Így volt ez az esztergomi Balassa iskolában is, ahol egy diák tesztje lett pozitív, így az érintett osztály 2 hétig digitális tanrendben folytatja tanulmányait, jelenleg is. Hasonlóan az esztergomi iskolához az operatív törzs döntése értelmében Dorogon elrendelték a digitális oktatást a Zrínyi iskola felső tagozatán és a Zsigmondi gimnázium 2 osztályában. A dorogi gimnáziumban 2 diák fertőződött meg, az általános iskolában pedig az egyik felső tagozatban tanító pedagógus kapta el a vírust, információink szerint. A karantén ideje már lejárt az általános iskolásoknál, a teszteredményeket várják jelenleg. Az online oktatás a visszavonásig érvényes mindkét intézményben, amelyről időben tájékoztatni fogják a pedagógusokat, a szülőket és a gyerekeket is.
Új játszóteret kapott Tarján község a Magyar Falu program keretében, amelyet szeptember 17-én adtak át. Szintén az állami támogatás segítségével ezen a napon a helyi rendelőintézet orvosai is kaphattak eszközöket további munkájukhoz. Hivatalosan átadták Tarján új játszóterét egy katolikus és református áldást követően. Ez az új játszótér is azt bizonyítja, hogy milyen eredményes tud lenni, milyen látványos és gyors fejlesztésekhez vezet a településen belüli összefogás, a képviselőtestület összhangja, és nem utolsó sorban a kormány és településünk együttműködése. A gyerekek azonnal birtokba vették a játékokat, amelyek közel 5 millió forint értékben kerülhettek a község parkjába a Magyar Falu program segítségével. Jelképesen átvették a helyi rendelőintézet orvosai és védőnője az új orvosi műszereket, amelyeket szintén a kormányzati program biztosított számukra több mint 2,5 millió forintért. Az eszközöket szeptember 18-ától már használhatják is. Mindez kifejezi azt, hogy a kormányzat nem csak beszél arról, hogy élhető legyen a vidéki Magyarország, hanem támogatja az itt élőket. És hát látszott most is, hogy ugyan vírusos időket élünk, de nem állhat meg az élet, tehát folytatódni kell mindazok, ami jó, és ami élteti ezeket a településeket. A rendelőintézet fogorvosa, gyermekorvosa és házi orvosa több mint 20 éves munkájáért címzetes főorvosi elismerést is átvehetett. A Tarjáni óvoda ünnepség átadójáról részletesebben a Kommentár nélkül című műsorunkban is beszámolunk. Újra térzenét hallgathatnak szombatonként az esztergomiak a főtéren. A koncertek a Nemzeti Komoly Zenei Stratégia részeként a térzene program keretében valósulnak meg, amely az 5000 főnél nagyobb településekre viszi el a rendszeres és ingyenes jazz és komoly zenei koncertek élményét. A szabadtéri hangversenyekre a Széchenyi téren kerül sor szombatonként 14 órától. A fellépők között lesz a Jazz Formers, a Soproni Szimfonikusok Kamara Együttese és a Setup Ütő együttes is. A koncertek sorát az Olá Dezső trió kezdi szeptember 19-én. Koncert folyamán az Olá Dezső trió repertoárjából fogunk előadni. Jellemzően az első lemezünkről, a Reflections of Béla Bartók Szigszromjanér Dancesről, és ezen kívül egy-két klasszikus zenei új feldolgozással is fogunk jelentkezni, amit az elmúlt időszakban próbáltunk a zenekarra. Most pedig jöjjön még két érdekes színes programajánló. Első alkalommal lepik el verseny és tuning autók az esztergomi rögbi klubot szeptember 19-én. Közel 50 rally és 30 tuning járművet csodálhatnak meg majd a látogatók. Találkozhatnak neves magyar rally versenyzőkkel, de részt vehetnek felnitartó, kötélhúzó vagy pedig kerékpáros ügyességi versenyen is. A találkozón egy roncsból mentést is bemutatnak majd az érteklődőknek. Bemutatkoznak a hazánk szellemi kulturális örökségeit őrző közösségek a Szentendrei Skanzenben szeptember 19-én és 20-án. Idén elsőként szerepelnek majd olyan szokások, amelyek most kerülnek fel az örökségek nemzeti jegyzékébe. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban mintegy 25 népi hagyomány elevenedik majd meg, a mohácsi busó táncoktól kezdve a matyóhímzés technikákon át a mezőtúri fazekas mesterségig, de természetesen számos népzenei koncert is várja majd az érdeklődőket. Ezzel pedig megköszönöm figyelmüket, legközelebb hétfőn jelentkezünk friss híreinkkel. Addig is kövessenek minket weboldalunkon a www.rtv.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!